Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hát mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Nem jó az emberek hangulata azon kívül. De hát milyen ki van? A rendszer nem az embereket szolgálja? Hát egyáltalán nem. Erről beszéltem a mikor is? Szerdán. Pont erről a részről beszéltem, úgyhogy érdemes megnézni, hogy a politikusok meg a gazdagok azok kiket szolgálnak, és hogy mennyire nem szolgálják a népet. És ha úgy nem vagy elégedett a világunkkal, és azt látod, hogy baj van ezzel a jelenlegi világgal. Nem gondolkodtál még el azon, hogy valamit kellene tenni azért, hogy legyen egy jobb világunk? Tehát hidd el, nem az a válasz, hogy hát kicsi vagy te ahhoz. Nem ez a válasz. Tehát ezt a világot még sose változtatták meg. Se a politikusok, se a gazdagok. Tehát vagy tudatosodunk, és akkor javul a világ, vagy elbutulunk, és akkor romlik a világ. Most ha megnézed, most a romlás időszakát éljük. Tehát ami azt jelenti, hogy a tömegek butulnak el. Szó szerint. Na most, de ez a kettő szorosan összefügg ám, az elbutulás és a jó élet, illetve a rossz élet, akarom mondani, illetve az okosodás, a tudatosodás és a jó élet. Ennek a kettőnek összefüggése van. Tehát ugye miből fakadóan van összefüggése, mindjárt megérted. Ezen menjünk túl gyorsan. Hoppá. Na. Wow. Nem tudom, miért akar most mindent megjeleníteni egyszerre. Fogalmam nincs, mindegy. Tehát van a világunkban egy olyan fajta elbutulás, ami végig gondolod, hogyha az emberek minél tudatlanabbak, hát annál többet hibáznak. Minél többet hibázik egy ember, annál több problémát okoz saját magának is, meg a környezetében lévő embereknek. Ez teljesen természetes. Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál több hibát okoz. Mit jelent az, hogy tudatlanság? Az emberek azt gondolják, a tudás azt jelenti, hogy minél több iskolát végez, hagyományos iskolára gondolok, hát annál okosabb. Ez nagy tévedés. Tehát az iskolák nem növelik az EQ-t, az az érzelmi intelligencia, hanem az iskolák csökkentik az EQ-t, az érzelmi intelligenciát. Ez bebizonyított tény. Tehát IQ-t valamilyen szinten növelhet az iskola, de az EQ-t, ami sokkal fontosabb, mint az IQ, azt csökkenti. Tényleg így van. Tehát minél több iskolát jár valaki, annál alacsonyabb az érzelmi intelligenciája. Pedig nem az IQ-val tudunk boldogulni az életünkben, hanem az EQ-val. Tehát nem az intelligenciával tudunk boldogulni, hanem az érzelmi intelligenciával. Oké? Okay? Tehát az érzelmi intelligencia az a tudatossághoz, tehát ahhoz kapcsolódik, hogy az ember az élet és az ember működésének területén boldoguljon. Oké? Okay? Az IQ-nak semmi köze hozzá. Tehát végig gondolod, hogy bármennyi iskolát kijártál, mennyit tanítottak arról, hogy hogyan bánj mondjuk önmagaddal. Vagy hogyan bánj másokkal. Vagy hogyan bánj mondjuk a pároddal. Szüleiddel. Iskolákban ilyeneket tanítottak? Hogyan neveld a gyerekedet? Vagy ha már fölnevelted? Hogyan bánj vele? Ilyeneket tanítottak? Vagy olyat, hogy hogyan bánj úgy általában az emberekkel? Tehát más emberekkel.
Vagy hogyan bánj mondjuk a munkáddal? Vagy mondjuk a pénzzel hogyan bánj? Tanították az iskolában? Semmi ilyesmit. Ezek közül semmi. Vagy hogy hogyan bánj a környezeteddel? Ez sem. Tehát a környezetünkkel kapcsolatosan hülyeségeket beszél a média. Hogyan bánj a hatóságokkal? Tanítottak ilyeneket a iskolákban? Vagy hogyan bánj az Isteneddel? Ilyet tanítottak? Tehát most gondold végig, nem kellett volna ezekkel kapcsolatban tudást szerezni már az életed során? Nem kellene ezekkel kapcsolatban intelligensnek lenned? Ha intelligens vagy ezzel kapcsolatban, akkor magas az értelmi intelligenciád, tehát az EQ-d, akkor az magas, érted? Ha ezekkel a területekkel nem boldogulsz, akkor lehetsz te akármilyen intelligens, mert mit tudom én, mit tanultál az életedben, de az életedben nem fogsz boldogulni. Mit jelent az, hogy nem boldogulsz? Azt, hogy nem tudod kihozni magadból azt, ami benned van, érted? A legtöbbet és a legjobbat, illetve a legjobbat és a legtöbbet. Tehát nem tudod, intelligens, attól, hogy valaki intelligens, attól még, tehát nem érzelmi intelligenciáról beszélek, hanem IQ-ról. Attól még nem tud önmagával bánni. Nem tudja, tehát megnézed, hány olyan is embert ismersz, akinek mindenféle iskolai végzettsége van, mondjuk főiskolai, egyetemei, és elvált. Sőt, a magasabb végzettségűek között nagyobb a válási arány, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek között. És ez mindenütt így van. Nem csak itt nálunk, mindenütt. Tehát látni, hogy az iskolák által fordítva sül el a dolog, mint ahogy az ember gondolná. Tehát én azt látom, mert most gondold végig, én 91 óta foglalkozok csapatépítéssel, 87 óta foglalkozok emberekkel, azóta van vállalkozásom, és 93 óta vannak alkalmazottaim. 93 óta. És azt láttam, hogy minél magasabb iskolai végzettségek volt az embereknek, annál kevesebb józan paraszti eszük volt. Oké? Természetes tisztelet a kivételeknek. De ez volt a jellemző. Szó szerint. Tehát volt, hogy direkt olyan embert vettem föl, olyan területen, ami pénzügyi területen, éppen piacvezetők voltunk a múltban, és hát volt, ugye az állami szférában nagyon szívesen vesznek föl, hát olyan embereket, akiknek magas az iskolai végzettsége. És én meg onnan hoztam át két embert az állami szférából, főosztályvezetőt, meg osztályvezetőt. Érted? Állami szférából. Pénzügyi terület állami szférájából. És utána pár hónap után egyszerűen nem voltam elégedett a munkájukkal, elküldtem. Érted? Pedig az egyik olyan volt, hogy mindenféle ilyen, hogy is szokták ezt mondani? Na, az előbb majd eszembe volt. Ilyen vetélkedőn részt vett, és sokszor nyert is. Oké? Okay? Tehát magyarul olyan esze volt, hogy simán megjegyzett dolgokat, érted? És utána vetélkedőkön tudott szerepelni, és tudott gyakorlatilag nyerni vetélkedőkön. De én megmondom őszintén, hogy akik vetélkedőkre járnak, és pénzt nyernek, sajnálom őket. Mert az eszüket elfecsérlik, érted? Olyan dolgokra,
aminek gyakorlatilag semmi értelme. Tehát a lexikális tudásra nincs semmilyen szükség, azért vannak a lexikonok. A mai világban még, azt, még annyira sincs szükség, mert sokkal hamarabb megkeresi az ember az interneten azt, amit szeretne, mint régen a lexikonokba. Tehát azt láttam, hogy szó szerint azok az emberek, akik ilyen óriási lexikális tudásokkal rendelkeznek, és ezáltal simán részt vettek vetélkedőkön és nyertek, az életben egy nagy nullák voltak. Érted? Tehát az embernek olyan tudásának kell lennie, amit az életében tud használni. Tehát most mit tudom én, valaki, nekem volt egy olyan osztálytársam, aki olyan iskolába végzett, ahol évente három ember egyetemi. Ezt úgy hívják, hogy ő matematikus mérnök lett. Évente három ember végzett. Három, képzeld el. Tehát ami azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy hiány. Tudod, mire jó? Az, hogy ő ne legyen vállalkozó. Mert a vállalkozáshoz nem kell egyetemi diploma. Érted? A vállalkozáshoz az kell, hogy az ember tudjon gondolkodni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ő olyan végzettséget csinált, amivel egyedi alkalmazott lehet. De most gondold végig, mit tudom én, egy egyedi alkalmazott is mennyit kereshet? Mondjuk 1-2 millió forintot, amire azt mondod, sok. De egy vállalkozási területen az ember kereshet 5-6-10-20 milliót havonta. Érted? Tehát, ha megnézed, minél több az iskolai végzettség, annál nehezebben boldogul az életben. Tehát nem leértékelem ezt, csak nem ezt tanultad, érted? Nem ezt láttad, nem ezt mondták neked. Sőt, ha mondjuk diplomások voltak a szüleid, akkor te neked arra törekedtek a szüleid, hogy te is diplomás legyél. Mert azt gondolták, hogy avval lehet boldogulni. Óriási tévedés. Egyetlen egy olyan ember se szabad, aki alkalmazott. De aki vállalkozó, azt gondolod, hogy nem szabad. Hát szabad vállalkozást kell működtetni. Érted? Tehát léteznek szabad vállalkozások, meg léteznek kényszervállalkozások. Tehát a kényszervállalkozásnak, vállalkozónak ugyanolyan sorsa van, mint egy alkalmazottnak. De egy szabad vállalkozónak nem. Tudod, mit jelent a szabad vállalkozó? Hogy a jelenben létrehozol annyi eredményt, ami által a jövőben előre megveszed a szabadságodat. Előre. Érted? A kényszervállalkozók és az alkalmazottak nem veszik meg a szabadságukat. Azt mondod, hogy dehogy nem, mert hát nyugdíjas lesz. Ha jó jövedelme van, akkor magas nyugdíja lesz. Ez is már tévedés, mert folyamatosan csökken az aránya annak az összegnek, amit nyugdíjként kap az ember. A fizetéséhez képest csökken az az arány. Ez ugye törvényben van foglalva. És ugye azt gondolják az emberek, hogy majd nyugdíjba mennek. És te azt látod, hogy a, mondjuk egy kicsit visszamegyek a múltban, 80-as évek, 90-es évek eleje, a nyugati nyugdíjasok olyan nyugdíjjal rendelkeztek, hogy járták a világot. Már nem járják. Már nem járják. Mert már a nyugdíjuk nem ér annyit, hogy világot járjanak. Érted? Ami azt jelenti, hogy a nyugdíj az nem ad szabadságot. A szabadság azt jelenti, hogy azt csinálhatsz, amit szeretsz. Érted? És abból van bőségesen elég pénzed. Mit jelent az elég pénz? Hogy jut is, marad is. Oké?
És a marad az azt jelenti, hogy képes vagy arra, hogy ha bármi gond van, akkor se legyen gond. Érted? Anyagi szempontból gond van, úgy értve. Akkor se legyen gond. De egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit csinál. Tehát a mai világban az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy 2000-től új világot írunk. Ki az, aki tanult olyanról, hogy energiák valaha? Energiák. Hát hogy nem tanultunk fizikából? Tessék föntenni a kezedet. Fizikából nem tanultál olyanról, hogy energia? Hogy ne tanultál volna? Így van. Emlékeztek arra a törvényre, hogy az energia nem vész el, csak átalakul? Hát ez mindenki emlékszik erre. Hát ezt tanították. Energiákra tanítottak. Na most, ezáltal, ha tanítottak, akkor léteznek energiák? Oké, na most, akkor mondanám, hogy képzeljed el, az évszázadoknak is, az évtizedeknek is, az éveknek is van energiája. Basszus kulcs, tudtad ezt? Ja, mert itt tanultad, akkor tudtad, oké. De ha nem tanultad itt, akkor tudtad? Ott nem mondták, tanították az iskolában? Nem. És egyáltalán nem mindegy, hogy te annak az évszázadnak, annak az évtizednek, vagy annak az évnek, sőt, annak a hónapnak, vagy annak a napnak kihasználod-e az energiáját. Ami az az energia, az támogat bizonyos dolgot, bizonyos tevékenységet támogat. Ez nem feltétlen munka, most ne érts félre. Bármit, amit csinálsz, támogat, vagy ellene van vele. Érted? Ellene van, az ellen van. Érted? Attól függ, milyen energia. Az embereknek halvány lila dunsztjuk nincs ezekről a dolgokról. Azt se tudják, hogy egy új évezred, az teljesen új energia. Tehát nem csak az évszázadnak van energiája, hanem az évezrednek is. Oké? Most mondok, Jézustól tudod, milyen energiák érvényesültek? Az ego. Az én. Jézus születésétől. Oké? Tehát ezertől. Nem Jézus születésétől, hanem Jézus születését követő ezerben. Ezertől. Az érvényesült, hogy ego. Én. Oké? Tehát miért? Mert ott van, hogy ezer. Tehát minden, ami ezerrel kezdődik az éveknél, az mivel első szám egyes, ezer, onnantól kezdve az a domináns, és az energiát azt adja, hogy én. Ezért volt az, hogy a múlt században iszonyú sokan gazdagodtak meg. Nulláról. Oké? Nulláról. És ha megnézed, nulláról a 21. században ahhoz képest ebben a 24 évben, 23 évben alig gazdagodtak meg. Mert már nem az egóról szól a 21. század, mert nem egyessel kezdődik az évezred, hanem kettessel. És azok tudnak boldogulni ebben az évezredben, akik mások javát szolgálják. Tehát 1000 éven keresztül, 1999. december 31-ig az volt támogatva, hogy a magad javát szolgáld, és az ezredfordulóval megfordult az egész, ellentétesen átfordult. És azok vannak támogatva energetikailag, akik mások javát szolgálják. Ez azt jelenti, hogy ne csodálkozz,
hogyha te nem olyan tevékenységet végzel, amivel mások javát szolgálod, hát akkor bocs, nem fogsz boldogulni. És ez ebben az évszázadban még sokkal intenzívebb, mint az utána következő évszázadban, mert utána 2100-at fogunk írni. És az 100-zal már megint ott van az ego. De 2000-ig a kettes után egy nulla van, a nulla pedig tízszeresére erősíti a kettesnek az energiáját. Tehát most még 75 éven keresztül, vagy 76 éven keresztül az van támogatva minden energiával, hogy mások javát szolgáld. És ha nem szolgálod mások javát, akkor nem boldogulsz. Milyen egyszerű. És ez nem kamu, ez energia. Oké? Okay? És képzeld el, neked van napi személyes energiád. Napi, naponta változik az az energia, amit kapsz. És ezáltal minden embernek egy kicsit más. Mert mindenkinek van egy saját személyes napi energiája. És akkor lehet nézegetni, hogy mi miért történik. És egyszerűen abból, hogy milyen energiát kap valaki, lehet látni utólag természetesen, hogy mennyire érvényesült aznap arra a személyre az az energia. Tudod, mennyit lehet ebből tanulni? És akkor az ember azt mondja, hogy ha így utólag ránézek emberekre, és pont az az energia érvényesült számára, akkor nem kellene ezt előre kihasználnom. Hiszen tudom, hogy milyen, mondjuk holnap milyen energiák fognak engem érni. Érted? És az emberek, mivel sose hallottak ilyenről, persze, hogy nem érdekli őket. Tehát azt látod, hogy a 21. században az emberek sokkal nehezebben boldogulnak, mint a 20. században. Főleg a második felétől. Miért? Mert pont ellentétét csinálják annak, mint amire kapnak energiát. Világos ez? Ezáltal az energia nem értük van, hanem ellenük. És ezáltal nem boldogulnak. Ilyeneket tanítanak az iskolákban? Nem, nem kellett volna esetlegesen? Hát az, amiről most beszéltem, az jóval több, mint 2000 éves tudomány. Oké? Okay? Jóval több, mint 2000 éves tudomány. Ezt úgy hívják, hogy numerológia. Számmisztika, ha jobban tetszik. Amiről most beszéltem. Tehát egy olyan világban élünk, ahol elbutulás folyik. Tehát mintha olyan lenne, hogy van egy mondjuk átlagos érzelmi intelligencia a világban, és ahogy egyre többen vagyunk, akkor úgy osztódik. Ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb jut egy emberre. De tényleg így van. Hát körülbelül azt lehet mondani, hogy mondjuk a 80-as évektől, amikor én ugye fiatal ember voltam, 20 éves, akkori gondolkodáshoz képest, most megnézzük az emberek gondolkodását, megnézzük azt, hogy hányan voltunk akkor a Földön, megnézzük azt, hogy most mennyien vagyunk a Földön, mit tudom én, vagy kétszer vagy háromszor annyian vagyunk azóta, és felére, harmadára csökkent az érzelmi intelligencia a Földön. Gondold végig! Sokkal intelligensebbek voltak az emberek. Mentek az utcán és köszöntek egymásnak. Most, hol látsz ilyet? Vidéken max, egy kis faluba. Oké? Okay.
Tehát gondoljátok végig. Köszönöm, ezt nyugodtan, úgyis bolondnak néznek. Ez a baj, hogy bolondnak nézik az ember. Szóval, egy olyan világban élünk, ahol pont ellentétesen működnek a dolgok, mint ahogy kellene működni. Nem okosodnak az emberek, hát megnézed, amikor én gyerek voltam, akkor én azt láttam, ahogy idősödött egy ember, úgy egyre bölcsebb lett. Most, ahogy idősödik egy ember, úgy hűl el. Régen nem volt olyan, hogy demens. Nem voltak demens öregek. Érted? Nem voltak. Nem voltak. Most az öregek nagy része demens. Tehát demenciával küzd. Tehát a demencia az a totál elbutulás. Oké? Tehát hogy működik ez? Biztos tapasztaltad azt, hogy az izmodat nem működteted, elsorvad. Ami azt jelenti, hogy minden részünket edzeni kell. Beleértve még a szívünket is, érted? Tüdőnket is, mindent, a veséinket is. Ha nem iszol elég vizet, akkor vese problémád lesz, hód biztos. Oké? Előbb-utóbb. Az azt jelenti, hogy edzeni kell minden testrészünket. Az agyunk az nem testrészünk. Vagy már teljesen elsorvadt? Hát sok embernek olyan, mint elsorvadt volna. Hát ugye miért lesz valaki demens? Mert nem használja az agyát. Érted? Szó szerint azért. Oké? Nincs edzésben az agya. Nem gondolkodik. Érted? Nem kényszeríti rá az agyát arra, hogy gondolkodjon. Mit csinálnak az emberek? Megnézed? Főleg itt a Covid óta nagyon jól látod, hogy az emberek jó része magába fordult. És minél kevesebbet kommunikálnak az emberek közvetlenül emberekkel, annál jobban demensekké válnak. Tehát az írásos kommunikáció nem pótolja a szóbeli kommunikációt. Oké? Miért? Mert az írásos kommunikációnál hát gondolkozhatsz akár egy mondaton egy órát. Hát az furcsa lenne, hogy szóban úgy kommunikálnál, hogy közben egy órát gondolkodsz egy mondaton, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy a szóbeli kommunikáció az edzésbe tartja az ember agyát. Érted? De ha az emberek szóban nem kommunikálnak egymással, demensekké válnak. Érted? Elbutulnak totál. Teljesen. És ezt a folyamatot látod? És régen nem ez volt, hanem az emberek szóban kommunikáltak. Lementél vidékre, és minden ház előtt kispad volt. Oké? Okay. És kiültek az emberek, és beszélgettek. Így van. Idősként meg főleg, mert már fiatalok csinálták az állatokat, meg a mezőgazdaságot, érted? És volt több idejük az idősebbeknek, ezért többet kínültek és beszélgettek. És egy olyan ember, aki nem beszélget, ne csodálkozzon, hogy elbutul teljesen. Tehát attól, hogy tévét néz, attól, hogy nézegeti az internetet, el fog butulni. Miért? Mert olyan dolgokat néz a tévében, meg az interneten keresztül, ami arra játszik, hogy szó szerint hülyítsék az embereket. Érted? Szó szerint. És a hűítés, akkor ne csodálkozzunk, hogy elhűítést okoz, meg elhűlést okoz. Ne csodálkozzunk. Tehát nézd végig, hogy az emberek szó szerint kezdik abba hagyni a szóbeli kommunikációt. Szó szerint.
Nincs hozzászólás, jó? Nincs hozzászólás. Jó? Tehát egy ilyen világot élünk. Tehát itt van 10 terület. Ebből, ami lehet, hogy egy kicsi, kinek meredek ez a 10. terület? Azt tegyen már föl a kezét. Mit jelent az, hogy meredek? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem nagyon hisz ebben a 10. területben. Azt tegyen már föl a kezét. Nem merte senki föltenni a kezét. Akkor ezek szerint valamennyi hited ebben a 10-kel van? Igen? Szuper. Tehát akkor nem csak abban a 9-ben gondolod, hogy jól kellene működni, hanem gondolod azt is, hogy a 10-ben is. De reális tudásod van a 10-kel kapcsolatban? Mondok egy dolgot, jó? Mit tanítanak azokban a világokban, amiben mi is vagyunk? Ez a keresztény világ. A keresztény világokban, a vallásban azt tanítják, hogy egy Isten van. Tehát egy. Nincs több. Egyetlen egy. Ebben van némi nemű igazság. De az emberek ezt az igazságot teljesen félreértik. Tehát még ezt a némi nemű igazságot is félreértik. Ugyanis valóban a teremtő, amely létrehozta az életet, a lelkeket, amiből létrejött a lélek, az élet, amiből létrejött az anyag, az valóban egy volt. De teremtő, hozzánk képest, emberekhez képest teremtő, rengeteg van a világegyetemben. És a Föld az egy olyan iskola bolygó, mint egy iskola, szó szerint. Az egy iskola bolygó, ami a lelkeknek az iskola bolygója. Tehát most gondold végig, itt ülünk a teremben szép számmal. Mindenkinek a lelke, hallottál már olyanról, hogy lélek? Hiszel benne? Hogy neked van lelked? Oké, jó. Ki az, aki nem hisz abban, hogy neki van lelke? Jó, tehát mindenki. Szuper. Tehát a lelkünk mindenkinek kizárólag a teremtőből jött létre. Az azt jelenti, hogy a teremtő hozta létre külön-külön egyesével a lelkünket. Magából. Tehát magyarul megosztotta a lelkét. Oké? Ez nem olyan, mint a sejtosztódás, mert az azt jelenti, hogy neki annyival kisebb lett a lelke. Tehát amikor csak ő volt, akkor a világegyetem ővele volt tele. És sűrűn volt tele. Most, mikor már rengeteg milliárd lélek van a világegyetemben, az azt jelenti, hogy ritkább az ő energiája. De akkor is mindenütt megtalálható. Minden anyagban benne van a teremtő energiája. Oké? Ami, gondold végig, mindnyájan a teremtőből származunk, mint lélek. Elég közeli rokonságban vagyunk, nem gondolod? És tök mindegy, hogy valakinek milyen színű a bőre, akkor is ez így van. Az embereknek erről halvány dunsztjuk sincs. Gondold végig, ha tudnák azt, hogy lélektestvérek vagyunk, akkor lehet, hogy nem gyilkolnák egymást. Oké? Okay? De ez több, mint testvér, mert a testvér az két lényből jön létre. Egy testvér. Érted? Az két lény. Oké?
Itt pedig te lelked az egyből van. Egy lényből. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy sokkal közelebbi rokonságban van a lelkünk, mint akár egy iker. Oké? És ha az emberek ilyeneket tudnának, akkor lehet, hogy másként néznének arra az emberre. Akkor nézzük tovább, ott van a testünk. Minden anyag, ez a látszólag halott anyag, mondjuk ez az asztal, ami ott van előtted. Ez is rezeg. Ebben is van energia, és minden, amiben van energia, abban ott van a teremtőnek az energiája. Na erre varják gombot. Ezt egyébként nem én találtam ki, ezt megállapították a kvantumfizikusok. Oké? Okay? És ráadásul nem is most állapították már meg a kvantumfizikusok, hanem évtizedekkel ezelőtt. Méghozzá, amikor elkezdték a kvantumfizikai vizsgálatokat, elég hamar rájöttek erre. És akkor miért nem mondják? Hát mert gondold végig, akkor netántán kell, elkezdenek kialakulni egy egység. Hát minden az ellen van, hogy ne alakuljon ki egység a világban. Vagy rosszul látom? Tehát gondold végig, hogy az embereknek halványdilla dunsztjuk nincs, hogy hogy működik a lelkük. Tehát azt sem tudják, hogy itt vagy emberként, minden ember itt van emberként, és előtte, mielőtt ő ember volt, ő nem ember volt. És akkor megkérdezed, megijedve esetleg, hogy hű, mi voltam, állat? Nem. Angyal vagy Isten. Tehát az angyal, az az isteni létforma egyik lépcsője. Oké? Egyik fokozata. És te minimum angyal voltál. Minden egyes ember. Még a tömeggyilkosok is. Jó sok élettel azelőtt. Persze. Csak ő már rég elfelejtette azt, hogy ő angyal volt. Érted? De azok nem felejtették el, akik az első életüket élik itt a Földön. És az előző életükben még angyal volt. Mint például én. Oké? De a tanulók jó része, aki itt van, második, harmadik, max. Negyedik életet éli. Érted? Általában. Nem negyvenediket, hanem második, harmadik, negyedik. Olyannal is találkoztam, aki első. Oké? Ami annyit jelent, hogy hát egy sokkal magasabb létformából jött a lelked. És tudod, mire képes egy lélek? Korlátlan tudásra. Ha te az agyaddal akarod befogadni a tudást, az nagyon korlátozott lesz. Ha a lelkeddel akarod befogadni a tudást, bármennyi tudást be tudsz fogadni. Oké? Okay? És akkor ilyet lehet csinálni? Tudják az emberek? Igen, ilyet lehet csinálni, hogy meg tudod azt tanulni, hogy a lelkeddel fogad be a tudást, és ne az agyaddal. De hát erről tesznek, hogy ez ne így legyen, mert jó állapotban tudod csak ezt megcsinálni, és rossz állapotban nem. Rossz állapotban csak az agyad működik. Mint tudás befogadó, és mint tudás forrás. Oké? És az agynak a kapacitása, hát az bizony igen korlátozott. Főleg úgy, hogy a legtöbb ember az agykapacitásának kb. 3-4%-át használja.
Tehát itt vagyunk mi emberek, és mit se tudunk arról, hogy hogyan működünk mi emberek. Mi nem csak test, nekünk nem csak testünk van. Mi három részből állunk. Van egy testünk, ami csak egy hordozó. Tudod, mi a testünk? Egy eszköz. A test csak egy eszköz. Ráadásul egy olyan eszköz, amely mulandó és öregszik. 21 éves kortól mindenki öregszik. Ha betöltötted a 21 évet, onnantól elindul az öregedés. Lehet azt lassítani, persze, lehet gyorsabban öregedni, lassabban öregedni, de a test az öregszik. Ott van a lelked. Nem, beszéljünk előbb egy másik dologról. Ott van az elméd. Az elméd két részből áll. Az elmédhez kapcsolódik az agyad. És nagyon érdekes, mert az elméd nem a testedben van. Tehát az elmédben lévő információk, azok nem a testedben vannak. Oké? Hanem máshol. Most erről részletesen nem beszélek, mert ledöbbennél. Oké? Szóval, az nem a tested része. Az agyad kapcsolódik ahhoz, amit úgy hívnak, hogy elme. De az elménk az ugye két rész. Van a gondolkodó rész, a jobb oldal, és van az ösztönös rész, a bal oldal. Tehát az agyunk így kapcsolódik hozzá. A bal agyféltekén kapcsolódik az ösztönhöz, a jobb agyféltekénk pedig a gondolkodásunkhoz. Tudod, miért tudunk gondolkodni? Mert van lelkünk. Tehát magához a lélekhez kapcsolódik a gondolkodásunk. Méghozzá frekvencián keresztül, energián keresztül. Nem véren keresztül, vagy ereken keresztül, vagy idegszálakon keresztül, nem. Frekvencián keresztül. Oké? És ott van a másik része, az ösztön, az pedig a nagy raktár, amiben mióta megfogantál, nem megszülettél, megfogantál, minden rögzül. Az öt érzékszerved alapján minden rögzül. Minden. És hát ha megnézed, hogy például egy másodperc, mondjuk 50 herces képfrissítési frekvencia, és mondjuk hozzá csatlakoztatva hang, tehát kép, hang, meg esetleg még jöhet hozzá ízlelés, tapintás, szaglás, akkor az egy jó pár megabájt. És gondold végig, ez mind el van raktározva, mióta megszülettél. Nem megszülettél, megfogadtál. Hogy tudna az egy agyad ennyit tárolni? Erre is megvan a megoldás, hogy hogy van, egy frekvenciával kapcsolat ahhoz az adatbázishoz, idézőjelbe, adatbázis. De igazából az. Szóval lényeg az, hogy az embereknek fogalmuk nincs erről. És fogalmuk nincs, hogy ez a kettő hogyan működik. Mikor tud az ember gondolkodni, mikor nem tud gondolkodni, mikor ösztönösen működik, mikor tudatosan működik. Nem tudják. Az a jó, az ember gondolkodik, és nem ösztönösen működik. Mert ha ösztönösen működünk, akkor nem gondolkodunk. Tehát vagy ösztönösek vagyunk, vagy gondolkodunk. Kettő egyszerre nem megy. De ha ösztönösek vagyunk, akkor olyanok vagyunk, mint állatok lennénk. Ha gondolkodunk, akkor olyanok vagyunk, mintha istenek lennénk. Ebből a két részből állunk. Ez ténylegesen így van. Az embereknek fogalmuk nincs. Hát az ember tudná, hogy ő mire képes azáltal, hogy miből tevődik össze, akkor sokkal, de sokkal többre lenne képes. Oké? Okay? Mondom, sokkal, de sokkal többre lenne képes.
A képességek mind fejleszthetők. Mind. De rossz állapotban nem tudsz képességet fejleszteni. Csak jó állapotban. Mert nem tudod az ösztönödön keresztül a képességeidet fejleszteni, csak a tudatodon keresztül. Tehát gondold végig, mikor mondjuk ki az, aki tanult már valaha vezetni? Autót. Vezetni? Autót? Oké. Hát nem ösztönösen tanultál meg vezetni, hanem tudatosan. Senki nem ösztönösen tanult meg vezetni, hanem tudatosan. Világos ez? És a tudat, tehát a tudatos begyakorlás után már megy a vezetés ösztönösen is. De ösztönösen soha nem tanultad volna meg a vezetést. Még olyan nem volt, hogy valaki soha nem vezetett, és utána beült egy autóba, bement a forgalomba, és tökéletesen vezetett. Ilyen nincs. Tehát mindenkinek tanulni kellett. Kivétel nélkül a Földön. Oké? Okay. Persze. Kirakták volna egy autóval itt a pusztába, ahol semmi nincs, még egy fase, akkor lehet, hogy ott valamit elboldogult volna az autóval. Bárki. Gyakorlatilag. Előbb-utóbb. Szóval. És van egy lelkünk, amiről az imént beszéltem. Egy olyan lélek, amely halhatatlan. A te lelked az nem annyi idős, mint te vagy, hanem annak a nagyon sokszorosa. A te lelked az valószínűleg több milliárd éves. Gondold végig. Hát már csak azért is, mert másfél millió éve nincs lélekteremtés a világegyetemben. Akkor leállította a teremtő. A lélekteremtés. Tehát biztos, hogy vannak elvétve olyanok, akikkel találkozunk, és valahol ott született ilyen másfél-két millió év között, de nem ez a jellemző. Hanem az a jellemző, hogy milliárd éves lelkek vannak. És az ember ezeket tudná, sokkal, de sokkal többre lenne képes. Érted? És sokkal másként működne. Hogy? Mi az, hogy másként? Barátságosabban. Másokhoz. Oké? Vagy a barátságtalansága jó? Nem hiszem. Tehát egy embernek a barátságtalansága a jó működés. Ki van csukva? Hát hogy lehet jobban boldogulni? Barátságos működéssel, vagy barátságtalan működéssel? Szerintem egyértelmű a válasz, nem? Hogy barátságos működéssel. Hát most gondold végig, a legtöbb ember a testvérét nem öli meg, nem? Meg a szüleit se. Nem így van? De hány olyan másik ember van, aki már mit tudom én hány embert megölt a világban? Gondolj csak háborúkra. Tehát az ember tudná, hogy lélektestvérrel áll szembe, akkor lehet, hogy nem ölné meg. Oké? Okay. Tehát én nem csodálom azokat, akik mondjuk ott a szomszédban dúló háborúból kimenekülnek, mint hadköteles emberek. Mert nem akar gyilkolni. Tehát most gondold végig, a te életed most olyan, úgy működik, hogy annak a folytatása, amit az előző életedben éltél. Az a folytatás az következmény. Tehát, hogyha nehéz az életed, akkor azért nehéz, mert az előző életedben nem azt tetted, amit kellett volna. És minél nehezebb az életed, annál inkább nem azt tetted, amit kellett volna. És tudod, mi a fő bűn az életben? Nem, kit érdekel a törvény? A fő bűn a gyilkosság és az öngyilkosság. Az a fő bűn. Oké? Okay?
ami azt jelenti, hogy mondjuk valaki meggyilkol valakit, akkor brutál nehéz következő élete lesz. Oké? És ez azt jelenti, hogy nem véletlenül az emberek jó része úgy hal meg mostanában, hogy előtte szenved. Mert a szenvedés az a vezeklés a bűneiért. Oké? Vezekel a bűneiért. Még mindig jobb, hogyha ebben az életben levezekli a bűneinek egy részét, mintha a következő életébe beviszi. És akkor az egész életében szenved. Így meg legalább csak az élete végén szenved. Tehát ezek nem módszerek, amit elmondtam, ezek tudások, amit elmondtam. Az, hogy hogy kellene az életet működtetni, azt nem itt fogom neked elmondani, hanem a képzéseinkben. Gondold végig, 9 évnyi tudást tudok átadni. Elég sokat tudok. Ezen a terület, ezeken a területeken 9 évnyi tudást tudok átadni. 30 óra egy hónap. Oké, az egy évben, az 12-szer 30 óra. Az 360 óra. Oké? És ez 9 év. Van 26 nagy témánk. Én mutatom a témákat. Vissza. Innentől. Például etikusság. Az etikusság azt jelenti, hogy tisztesség, becsület, erkölcs. Nem 10 parancsolat. Ez a képzés 4 hónap volt. Körforgásban mennek a képzések, 26 nagy témánk van. Egy téma, általában több hónap. Most a párkapcsolati coachképzést csináljuk, 5. hónapja. Tehát az azt jelenti, hogy túl vagyunk a 120 órán. És akkor ilyenek, eredményes tanulás. De a legtöbb ember nem tud tanulni. Tudod miért? Mert a tanulásnak akadálya jó. És nem győzik le a tanulás akadályait. A tanulás akadályait le kell győzni. A tanulás az azt jelenti, hogy valamit tanulsz, és utána képes vagy használni a tudást. Ha valamit tanulsz, és nem vagy képes használni a tudást, akkor nem tanultál semmit. Világos ez? Hát az embernek meg kell tanulnia azt, hogy képes legyen a tudást használni, amit tanul. Gondold végig, amit az iskolákban tanultál, mondjuk maradjunk csak az általános iskolából. Abból a 8 évből mennyit használsz napi szinten? Hát talán a írást, talán. Olvasást többet, talán, mert azért jössz-mész, és akkor olvashatsz valamit. Nem? Valamit tudsz a számolással kapcsolatban, ilyen alapművelődtek, meg lehet, hogy mennének. Nem? Aztán, mintha elvágták volna, nem? A többit nem kell használni, ezeket. A számolás sem biztos, hogy minden nap használod. Lehet, hogy az írás sem biztos, hogy minden nap használod. Talán az olvasást, azt, amit használod minden nap. Oké? Tehát gondold végig, és ott ültél 8 évet, és tanultál a nagy olyan dolgokra, aminek semmi értelme. Azért, hogy megtanult, hogy olyan dolgokat tanulj, aminek semmi értelme. Vagy megutáld az iskolát, mert hogy olyat tanítanak, aminek semmi értelme. Én ebben tartoztam, ebben a másodikban. Gondold végig, nekem én úgy tűnt az iskola, hogy az egy börtön. Utáltam iskolába járni. Szívesebben jártam mellé. Tényleg. Volt olyan, hogy elmentem általános iskolába, moziba iskola helyett. Tényleg.
És kiadta az igazolást utána. Nagyapám. Nagyapám írt igazolást. Igen, hogy moziban voltam, nem arról írt igazolást. Természetesen, hogy moziban voltam. Persze, hogy nem éreztem jól magam, vagy valami ilyesmi. Akkor megírta az igazolást. Apám, meg anyám nem tudta ezt. Nagyapám tudta. Szóval, nézzük akkor tovább gyorsan. Önismeret. Nem kellene ismerni a működésedet. Nem kellene ismerni mások működését esetlegesen. Vérmérsékletünk. Ez is kapcsolatos azzal, hogy megismerjük önmagunkat, illetve mások vérmérsékletén révén a működését. Akkor hangulatunkat. Tudod, mennyire számít az, hogy milyen hangulatú az ember? Mennyire függ arra vonatkozóan, hogy hogyan boldogul az életében a hangulata? Egy jó hangulatú ember sokkal könnyebben boldogul az életben, mint egy rossz hangulatú ember. Személyiségét az embernek kellene fejlesztenie. Végig egész élete során. Ehhez képest az emberek nem fejlődnek semmit, mint mondtam, inkább fejlődnek mondjuk 21 éves korig, aztán utána visszafejlődnek. Nem csak testig, szellemileg is. Hát még azt lehet mondani, hogy mondjuk 35-ig szoktak max fejlődni az emberek, és utána elindul a visszafejlődés. Úgyhogy még ha előtte vagy, akkor még jó helyzetben vagy. Ha utána vagy, akkor már el kellene rajta gondolkodni. Tehát önbizalom teremtő kócs. Nem kellene, hogy nőjön az önbizalma? Szerinted az, hogy az embernek legyen önbizalma, az nem lenne fontos az életben? Nem függ attól semmi. Nem függ az eredményesség. Nem függ az, hogy boldogulj könnyebben az életben. Nézzük tovább. Szeretet teremtő. A szeretet nem lenne fontos az életünkben? Nem szeretet alapon kellene működni? Nem mindent, amit teszünk az életünkbe, a szeretet kellene, hogy vezéreljen? Vagy rosszul látom? Most gondold végig, hogyha minden ember cselekedetét a szeretet vezérelni. Főleg, mikor másokkal együttműködik. Nem lehetne, hogy egy jobb világunk lenne? Vagy nem lehet, hogy egy jobb világunk lenne? Vagy például gyereknevelés. Olyan gyerekeket nevelték, akik könnyen boldogulnak az életükben? Vagy nem egészen botlatoznak. Gondold végig. Ha valaki majd gyereket nevel, nem lenne az jó számára, hogy esetleg olyan tudással rendelkezne, hogy a gyerekek majd felnőttként könnyebben boldoguljanak az életükben? De természetesen gyerekként is. Hát ők a jövő generációja. Párkapcsolat. Hát az egyik legfontosabb, hogy az ember a párjával kijöjjön, nem? Hát a legtöbb ember a párkapcsolatát nem építi. Csak addig, míg megismerkedik azzal az illetővel, meg mondjuk összeköltöznek. És mi van utána? Megunják egymást, nem? És akkor szétmenne. Ennek kell lenni a normalitásnak. Ez a normális. Megunjuk egymást és szétmegyünk. Nekem hány éves? 40, pont 40 éves párkapcsolatom van az idén. Akkor egészségteremtő kócs. Nem lenne fontos, hogy egészségesek tudjunk maradni? Nem? Vagy például az, hogy boldogságot tudjunk teremteni magunknak és másoknak? Nem lenne fontos? Hát hogy legyen az ember boldog, ha másoknak nem tud boldogságot teremteni? Hát most gondold végig, hogyha mondjuk te törekedsz arra, hogy boldog legyél, közben a körülötted lévő összes ember boldogtalan, beleértve a családtagjait is, családtagjaidat. Hogy akarsz boldog lenni? Nem kellene teremtenünk a boldogságot? Tudás nélkül ez nem megy.
Nyilván ez sem megy tudás nélkül. Hát az ember, ha boldog akar lenni, akkor a környezetében is boldogságot kell teremtenie. Vagy rosszul látom? Hogy akarsz boldog lenni, ha mondjuk a párod nem boldog? Hogy akarsz boldog lenni, ha a gyereked nem boldog? Érted? Hogy? Nem tudsz. Nézzük tovább. Mondjuk célokat nem lenne jó tudni megvalósítani. Tehát, hogy kitalálsz valami célt, és akkor megvalósítod. De a legtöbb ember a célját nem tudja megvalósítani. Főleg, ha nagyobb. Nem kellene megtanulni azt, hogy hogyan kell a célokat megvalósítani? Bármilyen cél legyen az. Nyilván nem rossz cél, hanem jó cél. Vagy nem lenne jó az, hogy az ember jól tudna kommunikálni másokkal? Mindennek az alapja a kommunikáció. Hogy akarsz szeretni egy másik embert, ha nem kommunikálsz vele? A kommunikáció nem csak a beszéd, egy érintés, egy nézés is kommunikáció. Emberi bánásmód. Nem lenne fontos, hogy az ember helyesen bánjon másokkal? Nem lenne fontos? Vagy hogy hatékonyak legyünk. Tehát valamiben belekezdesz, akkor az az eredmény jöjjön ki, amit szeretnél. És minél hatékonyabban meg tud azt tenni. Vagy növekedés. A növekedésnek szabályai vannak. A csökkenések is olyan szabály alapján működnek, hogyha ránézel egy csökkenésre, akkor azt látod, hogy törvényszerű. Ugyanígy törvényszerű, ha a növekedést akar az ember. A törvényszerűség azt jelenti, hogy lépéssorozatokat kell megtenni. És azokat megteszi az ember, akkor növekedés van. Ha azokat nem teszi meg az ember, akkor ne csodálkozzon, hogy csökkenés lesz. Vagy hány embert ismersz, akinek van valami rossz szokása? Nem kellene leszokni a rossz szokásokról? Hát van egy etikai szabály. Ne tegyél olyat, amivel ártasz magadnak. Ez egy alap, egyik pontja az etikai szabályoknak. Hogy olyat ne tegyél, amivel magadnak ártasz. Oké? Hány ember csinál önpusztítást? Gondold végig. Szerinted, amikor idegeskedsz, az például nem önpusztító? Hát hány olyan embert láttál már, aki az idegeskedésébe belehalt? Mondjuk egy agyvérzésen keresztül, vagy egy infarktuson keresztül. Hány ilyet láttál, vagy hallottál? Vagy hogy megrövidítette az életét, mert magas vérnyomású lett az idegességei miatt. Az idegeskedései miatt. Nem lenne jó tudni, hogy hogyan kell a pénzzel bánni? Hogyan kell azt teremteni, mert pénzteremtő? És hogyan kell azt gyarapítani? Hát a nincset nem lehet gyarapítani, a vant lehet gyarapítani. Világos ez? Nem lenne fontos, hogy az ember képes legyen mondjuk egy szervezetet létrehozni, működtetni? Erre azt mondod, hogy nem lenne fontos. De most te melyikből részesednél szívesebben? Csak a saját teljesítményed 100%-ából, vagy mondjuk 10 ember teljesítményének a 10-10%-ából? Mind a kettő 100%, melyikből részesednél szívesebben? Na most ahhoz, hogy te részesedhess más teljesítményéből, az kell egy saját szervezet. Nem kell megtanulni. Vagy probléma megoldó. Nem lenne jó, hogyha meg tudnánk oldani a problémáinkat? Én meg tudom. Sőt, tudom másoknak is segíteni, hogy meg tudják oldani a problémáikat. De nem lenne jó, hogyha te is meg tudnád oldani a problémáidat? Vagy esetleg tudnál benne másoknak is segíteni?
vagy mondjuk sikerteremtő. A sikert az teremteni kell, az nem jön létre magától. Annak vannak szabályai, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az ember a sikert létrehozza. És azt megelőzi, ha megnézed, hogy legyen egy szervezete. Ha nincs szervezet, nincs siker. Mondjuk, képes legyen az ember megszervezni bármit. Bármit. Miért kell megszervezni dolgokat? Hogy ne maguktól történjenek a dolgok, hanem tőled. Világos ez? És úgy történjenek a dolgok, ahogy te szeretnéd. Világos? Ezt jelenti a szervezés. És ennek a szabályt megtanulod, akkor képes vagy arra, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy te akarod. Marketing. Mi a marketing? Kivinni, bemutatni, reklámozni, magadat megmutatni. Érted? Hogy akarsz eredményeket, sikereket elérni, ha nem tudod ezeknek a szabályait? Hogy hogy kell az emberek felé közelíteni azzal, amit teszel. Érted? Amit csinálsz, ami jó. Hm? Konfliktus feloldó kocs. Nem kellene a konfliktusaidat feloldani? Főleg, ha közvetlen rokonoddal, közvetlen hozzátartozóddal van konfliktusod. Vagy bármilyen más ember nem kellene, nem kellene feloldani a konfliktusaidat. Vagy ennyi. Ez volt a 26 téma. Jó? És ez körforgás. Egymás után jönnek a témák, körforgásban vagyunk. Oké. Okay. Lehet megvenni utólag is témákat. Mindig szerdán és vasárnap vannak a képzések. Nem pontosan ugyanabban az időben, mert szerdán 18 órai kezdés van mindig, vasárnap pedig fél ötös délutáni kezdés van mindig. És mindig ugye szerdán 4:10-ig vagyunk, vasárnap meg 4:09-ig. Jó, és van egy szemináriumunk is, egy teljes hétvégi szeminárium, az azt jelenti, hogy vasárnap, teljes vasárnapi szemináriumunk. Minden hónapban egyszer, előre meghatározott módon, általában 4 vagy 5 hetente. Tehát 12 egy évben. A képzéseink értéke az havi szinten 200 ezer forint. Ennyi az értéke. De ez azt jelenti, hogy ha te máshol elmész ilyeneket tanulni, egy helyen sehol nem fogsz ilyeneket tanulni, ezt erre mérget vehetsz. Tehát egy helyen, ezekben a témákban sehol nem fogsz tanulni. A bolygón. Tehát a bolygón, ha egy szervezetnél akarod ezeket a témákat megtanulni, egyetlen egyet találsz, az a miénk. Nincs több a bolygón. Tehát ami azt jelenti, hogy számos szervezetet kellene felkeresned ahhoz, hogy ezekben a témákban tanuljál. Oké? Okay? És mennyit fizetnél érte? Mondjuk, ha ezt végigmennél az összes témán, akkor a vagyonod lehet, hogy kevés lenne hozzá. Mondom, a vagyonod valószínűleg kevés lenne hozzá. Az azt jelenti, hogy mondjuk van egy családi házad, akkor azt add el, azt fizess be. Nem vicc, komoly. Oké? Okay. Nálunk viszont a töredékért tudod igénybe venni. Miért? Mert mi nem pénzért csináljuk, hanem azért csináljuk, hogy az embereket jobbá tegyük. Világos voltam? Hogy egy jobb világunk legyen. Én ezért vagyok itt. A pénz az csak egy részletkérdés, az egy eszköz, semmi más. Ezért ugye a rendszeres tandíjunk az 12.500 forint havonta. Azt visszaosztod, 420 forintra jön ki óránként. Az első havi tandíj egy kicsit több, 660-ra jön ki óránként. Tehát az azt jelenti, hogy az első havi az 19.700 forint. Miért több az első havi? Mert ahol több dolog van, mint a többivel. Oké? Okay. Ilyen egyszerű. Tehát bármikor lehet megvenni visszamenőleg képzéseket,
Mert hát jó pár évvel ezelőtt kezdtük el az első témát, az etikát. És még a felénél sem tartunk. Oké? Tehát, de nem csak tanulunk itt, hanem van egy közösségünk. Az azt jelenti, hogy rendszeresen összejárunk olyan emberek, akik fejlődni akarnak. Érted? Tehát mi nem a hülyékkel járunk össze, hanem az értelmes emberekkel. Érted? Tényleg. Jó, ez azt jelenti, hogy értelmes témákról tudtok beszélgetni emberekkel. Vannak, akik ebben a területben előre járnak, hát hiszen gondold végig, van, aki itt tanul 10 vagy akár több éve, van, aki több évtizede itt tanul. Oké? Tehát ez a szervezet, ez 94-ben, ebben a formában 94-ben alakult. Azóta vagyok a vezetője. 30 éve, így van. Így van. A legrégebbi tanulónk az 95-ös. 95-ben jött. Oké? Ő a legrégebbi. Ráadásul, gondold végig, egy csomóan vannak a tanulók közül, akik ingyen van nekik a tandíj. Tudod miért? Mert hoztak 3 tanulót. És onnantól ingyen van a tandíj. Ja, 4-et, bocsánat, 4 tanulót. 4 tanulót, onnantól ingyen van a tandíj. Ugyanis minden tandíj befizetés után van jutalék. És aki azt jelenti, hogy mondjuk hozott 40 tanulót, annak van egy tanulói csoportja. De ez úgy működik, hogy a tanulók közül bárki lehet olyan, aki tanulót hoz. Bárki. Ami azt jelenti, hogy aki hozta a tanulót, és a tanuló hozta a tanulóját, akkor nem csak aki hozta a tanulót, az részesedik, hanem az is részesedik, aki a tanulót hozta. Nem tudom, világos-e. Tehát van egy olyan, hogy csoportjutalék. Ez olyan, mint egy főnök a munkahelyen. Dolgoznak az alkalmazottak, érted? És a főnök részesedik az alkalmazottak teljesítményéből. Hát itt nincs főnök, nincs beosztott, de azok, akik létrehozták a csoportot, az részesednek a csoport teljesítményéből mindenféleképpen. Oké? Tehát akik tesznek azért, hogy legyen saját csoportuk, ott volt szervezet, vezetőkocs, tehát szervezetet létrehoz egy saját csoportot, annak bárki, aki ott szervez tanulót, részesedik a csoportnak a vezetője. Ezáltal vannak olyan emberek, nem kevesen, akik ebből élnek. Oké? Okay? És ez miért szabad? Hát most gondold végig. Egy tanuló után, egy éven keresztül azt mondja, hogy az több mint 300 pont. Szorozva 125 forinttal. Az mennyi? Tud valaki gyorsan számolni, főleg fejben? Tehát több mint 300 pont. Mennyi az a több mint 300? Nem, az valami. Így van. Az azt jelenti, hogy egy ember után a jutaléka 37.500 forint egy év alatt. Oké? Ha mondjuk 40 ember van, akkor az annyi. Szor. De ha mondjuk a 40 ember is hoz embereket, akkor az már sokszorosa. Érted? Tehát nekünk például a nejemmel több mint 300 tanulónk van. Közvetlenül. Oké? Ami azt jelenti, hogy
Ugye, de nem csak 300 tanulónk van, mert a tanulók is, az a 300 tanuló is hozott tanulókat. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt úgy hívják, hogy passzív jövedelem. Érted? Mert a tanulók fizetnek, akkor is, hogyha őket már behoztad, érted? És minden tandíj után te jutalékot kapsz. Tehát behozol egy tanulót, és ha itt tanul 10 évig, akkor 10 évig kapsz utána jutalékot. Ha havonta fizet, akkor minden hónapban. Ha előre fizet mondjuk 5 hónapot, akkor egyszerre 5 hónapra megkapod a jutalékot. Vannak olyanok, akik egyszerre 2 évet fizettek be tandíjat. Az azt jelenti, hogy a szervezője egyszerre 2 év jutalékot kapott meg. Egy ember után. Most is volt egy olyan, hogy mit tudom, 80 ezer forint jutalékot kapott egy ember tandíja befizetése után. Azért 80 ezer forintért biztos, hogy dolgozol valamennyit a munkahelyen. Oké? Okay. És neki ez nulla munkaeredményben történt. Érted? Mert egy tanuló fizette be. Világos ez? Tehát a szabad élet azt jelenti, hogy olyan jövedelmet kapsz, olyan jövedelmet is kapsz, a nagy részben olyan jövedelmet kapsz, amiért régen dolgoztál meg. És nem egyszerre dolgoztál meg, hanem hosszabb távon dolgoztál meg. Világos, és annak a következményeit élvezed a jelenben. Most gondold végig, aki ilyen formában szervez tanulókat, annak mondjuk már az első hónapban tud nyugdíja lenni. Jó, csak mondjuk 3000 valahány száz forint, de az egy dolog. Érted? De az már egy nyugdíj. Hát így van. Mert lehet, hogy az illető itt fog tanulni élete végéig. Erre vannak példák. Élete végéig. És az azt jelenti, hogy ameddig ő itt tanul, te kapod utána a nyugdíjat. De gondold végig, mondom, ha ez 50 tanuló lesz, akkor az 50-szer annyi. És akkor még nem beszéltem azokról, akik nem te hoztad, hanem a te embereit hozták. Oké? Okay? Tehát mit tudom én mondjuk, arra lehet számítani, hogy mondjuk minden ötödik ember fog tanulókat szervezni. Minden ötödik. Minimum. Érted? Az azt jelenti, hogyha mondjuk 50 tanulód van, akkor abból 10 biztos, hogy fog szervezni. Érted? És hoz további tanulókat. És azután mind részesed. Érted? De nem csak azok után, hanem akiket ők hoznak azok után is. Meg akiket ők hoznak azután is. Érted? Tehát végtelenített a rendszer. De ez azért van, miért van? Csak nem a pénzért van. Azért, mert ez az egyetlen módszer arra, hogy ezen a bolygón tényleg szeretett korszak legyen. Más módszerrel ezt nem lehet, más szervezési módszerrel ezt nem lehetne megcsinálni. Világos ez? Tehát én azért vagyok itt, és a szervezetünk azért van itt, hogy ezen a bolygón szeretett korszak legyen. Mert ha nem lesz szeretett korszak, akkor megyünk a levesbe, mint emberiség. És egyébként, ha nem lettünk volna 2012. december végével, akkor már nem lenne az emberiség. Nem vicc, ez komoly. Tehát azért van az emberiség, mert mi voltunk 2012. december végén. Tehát december végén lezárult egy korszak, és ez a korszak azt jelenti, hogy addigra szeretett kornak kellett volna lenni. És azért nem húzták le a rólót az emberiség számára, tehát nem csináltak mondjuk egy világvégét, mert mi voltunk. Oké? Okay? Ez nem vicc, ez komoly. Tehát sokan azt gondolják magukról, hogy lehet, hogy ők miattuk, akkor megkérdezném tőlük, hogy ezzel a tudással, amit itt felsoroltam, te rendelkezel? Mert én igen. És ebben totál egyedülálló vagyok a bolygón, az élő emberek közül. Oké?
Tehát ezt a tudást így kompletten én tudom átadni. És azok tudják, akik itt régebben tanulnak, hogy mennyit fejlődött a tudásom mondjuk az elmúlt 5 évben. Oké? De ez azt jelenti, hogy én kapom a tudást. Tehát hogy ez tiszta és világos legyen. Tehát a tudásom nagy részét azt én kaptam, nem tanultam. És csak olyan tudást kapok, ami úgy van. Oké? Tehát van egy ilyen képessége. Jó? Tehát én erre leszerződtem, szó szerint, értsétek, hogy létrehozzuk a szeretett korszakot. Még 2010 előtt. Oké? És meg kell csinálnunk. Tehát én nem akarom azt, meg mi nem akarjuk azt, hogy ez az emberiség elpusztuljon, mint az előző. Mert az előző is azért pusztult el, mert nem teljesítette a feladatát. Tehát mi a feladatunk emberiségként, hogy az egyének visszatérjenek a felső létformába, mint lélek. Ez a feladata az embernek. Oké? Tehát mi nem azért vagyunk itt emberek, hogy itt ragadjunk. Nekünk vissza kell térni a felső létformába. Tehát ki kell járni az iskolát. Oké? Ez olyan, mint valaki mindig megbukik az iskolába. Az emberek ezt csinálják, mintha mindig visszabuknának. És nem tudnának följebb lépni. Tehát tudás nélkül az iskolában sem lehet következő osztályba lépni. Ugyanúgy nem tudsz kikerülni ebből a reinkarnációs folyamatból. És mindig újra születsz emberként. Egy új emberbe belerakják a törölt tudású lelkedet. Tehát előtte, mielőtt lejössz, kitörlik a tudást. Tehát erről most részletesen nem fogok beszélni, mert ez hosszas lenne, de már elő a megnézel videóimat, díjmentest, benne van. Mikor erről beszéltem. No, szóval várunk szeretettel, ha szeretnéd jobbá tenni ezt az emberiséget és ezáltal a világunkat. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!